Képes lettem volna-e én a tengerként hullámzó gyűlölet közepén, a világ összeomlása és égése láttán elbújtatni egy másik idegen embert? Írja Haim Heffer. A kiállítás anyagát és a kétnapos programsorozatot tekintve talán mindenkiben megfogalmazódik hasonló gondolat. Ilyen méretben, kifejezetten arra törekedve, hogy ipari módszerekkel kiirtsanak egy kisebbséget, egy népet, ez nem fordult elő a történelemben. Nagyon sok népirtás volt a történelemben, de ilyen megfontolt, alapos népirtás, ami ekkora méreteket öltött, ilyen nem volt. Gondoljon bele abba, hogy Európában a II. Világháború előtt 10 millió zsidó élt. Ez körülbelül akkora, mint Magyarországnak a lakossága. Ebből 6 millió embert ipari módszerekkel megöltek. Erre nincs példa. Gyakorlatilag olyan, mintha egy népnek a 60%-át kiirtanák. A diplomáciai és elnöki beszédek sorában Sesták Oszkár is megszólította a közönséget, felidézve saját gyermekkori emlékeit a zsidó-keresztény együttélés tükrében. Egy nagyon szép és jó együttélés volt. Nekem a szüleimtől, nagyszüleimtől is ilyen emlékeim vannak, amiket ők átadtak. Sajnos ez egy tragikus és megbocsáthatatlan büntet szakította ketté a holokauszt. Tehát erre emlékeztünk és emlékeznünk kell minden egyes alkalommal. Ugyanakkor viszont ez remélhetőleg új kezdeményezéseket is jelent számunkra, mint ez a mostani alkalom, amely jobban megismerteti a zsidó kultúrát a mai magyarországi közösséggel, közönséggel, élővé teszi a kapcsolatokat a két nép között, amelynek a sorsában vannak hasonlóságok. A reformáció prédikátorai nem hiába hasonlították az akkori magyarság sorsát, a tört hódoltság által végveszélybe sorolt magyarság sorsát a zsidósághoz. Ez egy olyan közös kiinduló pont, amely a 21. század kihívása is figyelmeztet bennünket, hogy milyen veszélyek fenyegetik változatlanul a zsidó-keresztény örökségünket. A kétnapos rendezvény kiállításai Szenes Hannát, mint női hőst, és Karl Lutz, svájci diplomatát helyezik előtérbe. Birman Moran, misszióvezető helyettes elmondta, a 2023. október 7-én történtek még inkább felhívják a figyelmet a holokauszt borzalmaira. Ebben az időszakban, amikor az október 7-i események után azt látjuk, hogy Izrael, illetve a zsidó nép egy olyan támadást szenvedett el, ami nem történt meg a holokauszt óta, még inkább fontos annak az említése, hogy még mindig létezik az antiszemitizmus, és nagyon fontos erre felhívni a figyelmet. A rendezvény zárásaként jótékonysági aukciót tartottak a terrortámadás miatt árván maradt gyermekek megsegítésére.